Sziasztok, újra itt vagyunk, újabb recepttel, ételekkel nektek. Anyósom főz babgulyást, én pedig fánkot fogok készíteni. Akkor én elmondanám a babgulyáshoz való összetevőket. Van itt nekem egy fél kilónyi sertéscombuk, egy negyed füstölcsülök, kettő darab hagyma, sárgarépa, fehérrépa, zeller, sárga paprika, vitamin paprika, egy paradicsom, és egy olyan 60 dekányi burgonya. Na most ebből fog készülni a babgulyás, úgy gondolom, hogy én el is kezdem. Első gyére és először a hús vágjuk össze. Nos, akkor én most fel is fogom készíteni. Kevés olajat teszünk. És akkor ebbe kerül bele a két fej hagyma. A húst is már összekockáztam, ez együtt van vegyesen a füstölcsülökkel. Nem kell megijedni, hogy hamarra fog a sertéshús megfőni, mert egyszerre fog megfőni a kettő. Most a hagymát megdészteljük. Nos, most már elkezdett nekünk itt fülögetni a hagymát. A füveget be fogjuk díszelni. Ezt többféleképpen szokták elkészíteni, ahány ház annyi szokás. Én megmutatom, hogy nekünk mi a szokásunk a babgulyás főzéssel. Ez ilyen Jónás-féle babgulyás, már kényszereti a család. Most vágunk bele egy gereszt fokhagymát. Szeretnél még egy kicsit. Díszelem. De jó illata van a fokhagymától. Már ez mindjárt jó is lesz. És most kerül bele a hús. Azért szeressük ezt a babgulyást, mert jól laktató.
van, még így is egy kicsit pároljuk a húst a hagymával. Pár percig. Ezzel összekeverem. És most fölöntöm vízzel. Annyival, hogy a húst ellepje. Ugyanis elsősorban pörkölt megkezdjük el főzni. Így hát még a zöldségek ebben nem kerülnek bele. Ezt most már hagyj főjön. A fánk hozzávalói 1 kg liszt, cukor, 1 ráma, tojás, vaníliás cukor, citrom és 1 élesztő. De ez most nem tejjel fog készülni, mivel a férjem Emil tejérzékeny, ezért vízzel fogjuk elkészíteni. Jó, na most akkor én el fogom kezdeni a zöldségeket meghámozni. Mert nem csuká, benne fog kerülni. Akkor készítsük el a fánkot. Már beleraktam 1/2 kg lisztet. 5 kanál cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1/2 csomag vaj, 4 darab tojásnak a sárgája fog kelleni. Háromnegyed élesztőt vízbe felfuttattunk egy csipecs cukorral. Egy csipecs só. És egy citrom reszelt héjat fog belekerülni. Belereszeltem az 1 citrom héját, most pedig jön a 1/2 liter víz hozzá. Jól összedolgozzuk. Tolkunk hozzá egy kis lisztet, jól összeálljuk lisztet. Ahogy a 1/2 liter vizet használtam, majdhogy nem 1 kg lisztet fel fog venni. Megdagasztottuk a tésztánkat, meghintjük egy kis liszttel, és 40 percig kell hagyjuk. Na szóval, már fél fővésében vannak itten a húsok, úgyhogy elérkezett az ideje, hogy eztet most felzöldségeljük. Szóval belekerül a répa. És akkor jönnek innen tovább a többi zöldségek. Megyen bele a paradicsom, a 1/2 pritamin paprika, a sárga paprika, továbbá még az ellerek,
nehéz zöldség. Jön a krumpli. Ugyebár gondoljátok magatokba, hogy miért nincsenek ezek a zöldségek kisebb darabokra összedarabolva. Hát azért, mert nekem a család ezeket a zöldségeket nem eszi meg. Úgyhogy én azért rakom bele egészbe, hogy mikor megfőtt a leves, akkor ezt ki lehessen belőle dobni. Még a répát úgy, hogy elfogadják benne, de szükségünk van ezekre a zöldségekre, mert a zízemek kell. Na hát itt benne vannak a dolgok. Ezt most felöntöm vízzel, most már elérje a leves mennyiséget. Még egy kicsit bele. Jó, mehet vissza a tűzhelyre. És akkor ez így fő tovább. Van innen, elkezdjük a fűszerezést is. Na szóval most már elkezdjük a fűszerezését. Teszek bele egy ilyen kávéskanálnyi köménymagot, őrült. Kerül bele. Kettő darab marha leves kocka. És egyenlőre ennyi. Sót nem teszek bele, mert mivel benne van a friss törcsülők, én nem tudjuk még a só arányba állítani. Ismételten elmondanám, hogy én azért tettem ilyen nagyobbba bele ezeket a zöldségféléket, mert nekem nem szeretik bele a gyerekek. De természetesen, ha ti szeretitek a zöldségeket, akkor az ízléseteknek megfelelően daraboljátok fel. Van 15 dekányi lisztből, két tojásból fogok most tésztát gyúrni a levesünkbe. Megpróbálom jó keményre. Na hát ez már így összeállt. Ezt nem szükséges annyira simára. Csak az a lényeg, hogy összeállít, mert ez úgyis el lesz csipkedve. Na szóval. Hát én így szoktam, hogy egy kicsit így ellapogattam a kezemben a tésztát. És akkor csípek egy darabot, picit megsodrom, és le. És ezt hívjuk, mint csipelkének. Megtelt a tésztánk, most kinyújtjuk, kiszaggassuk és megsütjük a fánkokat. Én meg közben csipkelem a csipelkét. Nagyon szépen megkeltnik a tésztát. Igen. Vagy. Ez van, ha jól ki van dolgozva a tészta, jó levegős. Nem. Nem szabad. Én is hol van a gyújtó? Bent a másik próbálom ki. Borítjuk a tésztát szépen. A lisztre. Látod, Gréti, sütenye neked finom lekváros fánkót. Két
két és fél únyi vastagságra fogjuk kinyújtani. És lisztet. Szép hólyagos lett a tészta. Látom, ügyes vagy. Szeki. Jó. Kiszaggatjuk és utána olajba kisütjük. Sütünk. Kiszaggatjuk a fánkokat. Én most egy nagy poharat használok. Szép nagy fánkok lesznek. Szép hólyagos lett a tészta. Gréti, ismered azt a mesét, hogy a farkas és a piroska? Igen. Na, miről szól? Nagymamáról? Nagymamáról? Piroskáról? Farkasról? Amikor kiformáztuk a lekvának a helyét, akkor fejjel lefele beletesszük az olajba. Sülni szépen a kis fánkocskákat. Felbontottam két doboz ilyen konzerves babot, mert most nem kaptam fagyasztottat, egyébként azt szoktam belerakni. Ezt leszűrjük. Lemossuk, mert én nem szeretem ezt a nyálkás lét rajta. Leszoktam öblíteni. Cipelke tésztával is elkészültem, úgyhogy pillanatok alatt befejezzük a levest. Mit csinálsz, Gréta? Nem tudod? Liszt. Hát ez nagyon fontos. Csiga? Csigát csinálsz? Na most félrehúztam már a levest, és kiszedem belőle, amiket mondtam, ezeket a nagyobb darabokat, az őrcségeket.
Majd mindjárt itt jön nekem az én kis trükköm. Na, van még benne kerül. Már nincs benne több. És akkor itt jön az nekem, az a trükköm, hogy a sűrűsítés érdekében itt szoktam a krumplit törni. Amennyit csak lehet belőle. És ettől jó sűrű lesz a leves. Ezért is raktam bele több krumplit. Egy zöldségrépa kerül bele. Ezt most már visszateszünk a tűzhelyre. Mint láthatjátok, sűrűbb lett a leve. Mert mi kétszeressük, hogyha sűrűbb a babgulyás. Most kerül bele a bab. Hát ezt nem kell főzni, mert ennek elég egy rottyanás, és készen is van. Benne van a babunk. Szoktam ilyenkor beletenni még olyan két evőkanálnyi konzerv sűrített paradicsomot. Megmutatom, én ezt most mindent bele is rakom, már körülbelül ottan van. Egy kis vízzel felhégítom. Jó, jöjjön ki az üvegből. Ez még belekerült. És aztán jön még a csipetke tészta, és készen leszünk. Majd jövök már a végeredménnyel. Végezetül most már utolsó simítás, belerakjuk a csipetke tésztát. Szóval már ebben benne van a tészta, és ez egy-egy for, és készen van. Jönni fogunk most már nektek a tálalással, menjem a fánkjával, én meg a babujásommal. Visszajövünk. Na hát akkor elkészültünk. Itt van a babujás, Mikinek a fánkja. Pedig a fánk. Sárga balackleppárral és kockorral díszítve. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a műsorunk is. Ha tetszett, iratkozzatok fel, jó étvágyat kívánunk hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Bárban, reggelig várva, a pultos fény torokban, hey, hey, hey.